Murányi Edina, mentális egészségügyi tréner és oktató a mai vendégem. Én megállnék már ennél a kifejezésnél, illetve a hivatásod elnevezésénél, Edina. Hogyan váltál mentális egészségügyi trénerré, oktatóvá? Először is köszönöm szépen a felvezetést, és onnan kezdeném, hogy a mentális egészség Magyarországon és szerintem az egész világon ma a legfontosabb feladatunk és célunk egyéni és kollektív szinten. Ezért én abszolút úgy éreztem, hogy ebbe az irányba szeretnék tanulni, fejlődni és edukálni saját magamat. Természetesen maga a pszichológia, maga az emberi lélek az mindig is nagyon-nagyon közel állt hozzám, hiszen az extra érzékenységem az már pici gyerekkorom óta megvan. Extra érzékenység, ez egészen pontosan mit jelent? Vagy egyáltalán hogyan lehet azt észrevenni, hogy valaki a normálistól eltérő módon érzékenyebben érzékeli a környezetét, vagy az embereket, bennünket érzékelsz ezáltal jobban, könnyebben? Ezt a kérdést én is feltettem magamnak jó pár évvel ezelőtt, hogy mi is tulajdonképpen, amit én érzek és látok. És azt gondolom, ez nem egy különleges képesség, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a figyelmem az talán nekem a legerősebb eszközöm, és mivel nagyon sokszor gyakorlom, hogy figyelek, jelen vagyok, nagyon aprólékosan képes vagyok megfigyelni szinte mindent, ezért az extra szenzitivitás kialakult. És gyakorlatilag az élet minden területén használom. Tehát magánemberként és oktatóként is? Tehát nyilván magánemberként sem tudod lekapcsolni, akkor most nem leszek szenzitív egy picit, vagy kevésbé leszek szenzitív. Ezt lehet esetleg így állítani, ennek a finomságát, hogy pedig mindig maximálisan kihasználod? Nehéz nem használni, mert ez olyan, mint az egyenruha, hogy ha hazamegyünk a szolgálatból, nem tudjuk levenni, meg a bőrünk alatt is ott van, beszívódik. Ő talán egy kicsit gyengébb a magánéletemben, de a munkámban mindenféleképpen maximum lángon ég, és gyakorlatilag én örülök is neki, hogy ezt tudom alkalmazni, és így hogy van élek. Ez a képességed. Igen. És a képességet hogyan befolyásolta akkor a hivatás választásra? Akkor ez tulajdonképpen az egy jó pecsét megpecsételte, és akkor az alapján döntöttél úgy, hogy az embereken szeretnél segíteni, látsz bennünket jobban, mint akár mi magunkat, és tudsz innen ilyen módon segíteni? Igen, és van egy extra ehhez a történethez, hogy abszolút érintettként vagyok jelen a hivatásomban, többszörösen érintettként, rengeteg abúzuson, traumán mentem keresztül, egészen mondhatom nyugodtan, hogy a születésem pillanatától kezdve, és azt gondolom, nekem ott megpecsételődött a sorsom. Nem is volt más választásom, hogy én bármilyen más irányba menjek, úgyhogy egyértelműen ki volt kövezve az utam, hogy nem segítenem kell az embereknek, hanem egyszerűen inspirálni, motiválni őket, hogy ha bármilyen mélység is van az életben, bármilyen krízis, trauma, nehézség, akár transzgeneráció szinten, ki lehet belőle jönni, meg lehet belőle gyógyulni. De akkor benne van ebben maga a segítés is, a kifejezésnek a legmélyebb értelme és a segítő szándéka, hiszen ki kell vezetni az embereket a problémájukból, kell nekik egy utat mutatni, mint egy valamiféle fáklya, és alapvetően most nagyon szerényen elhallgattuk az alap és a legfontosabb képességet, ez a kríziskezelő trénerként is működsz, segítőként közre a mi életünkben, akik hozzád fordulunk segítségért. A krízis milyen jellegű krízis lehet? Azt előbb azt mondtad, megütött a filmet, hogy különböző abúzusnak voltál kitéve, már akár születésedtől. Tehát a szüleid akkor nem szeretettel vártak téged, jól értem, hogy már akkor ott volt valamiféle törés a te életpályádon? Kezdjük ott, hogy az intuíció, ami egy nagyon centrális fogalom, tehát az intuíció, a megérzések, a különleges látásmód, a belső figyelem, és ezzel együtt a külső figyelem is nagyon aktívan hamar elkezdett működni nálam, hiszen nem volt más eszközöm szó szerint az életben maradáshoz, amikor a szüleim otthon hagytak egyedül, akár a testvéremmel, akár mikor még csak én voltam a világon, akkor semmilyen más eszköz nem volt arra, hogy... Hány éves voltál, megkérdezhetem? 2.
te jó ég, 2 évesen otthon maradtál egyedül, igen. És önellátóként, vagy a hogyan, vagy vártad azt, hogy újra nyíljon az ajtó, és újra jöjjenek a szülők, és segítőként ott legyenek az életedben? Tehát ők elmentek dolgozni, vagy egy más dolguk volt, vagy hogyan kell ezt elképzelni? Egy 2 éves gyermeket gondolom szigorúan tilos otthon hagyni egyedül, hiszen a konnektortól kezdve minden más is veszélyes lehet rá. Én ilyet eddig csak így a híradóban hallottam. Milyen volt ezt átélni? Vagy hát ami leginkább, ami tényleg óriási dicsért a számodra, hogy nagyon sokan ilyenkor szerintem elvesztítik a talpuk alul a talajt meg a kontrollt, de viszont akkor ebből a dologból építettél magadnak egy hivatást, egy várat. Igaz az a mondását, hogyha kapsz citromot, akkor csinálj belőle limonádét, és te nem csak magadnak, hanem akkor aki hozzád fordul, mindenkinek tudsz ilyenfajta frissítővel szolgálni. Az a helyzet, hogy nekem is volt, hogy nagyon-nagyon kicsúszott a lábam alól a talaj, tehát voltam nagyon-nagyon mélyen és nagyon necces helyzetekben, amiben egyáltalán nem kaptam sajnos sem családi, sem baráti segítséget, teljesen magamra hagytak. Ezt visszacsatolásként szerettem volna mondani, és hogy milyen volt átélni, a szüleim nagyon súlyos szenvedélybetegek voltak, ezért nem dolgozni mentek el otthonról, sajnos vagy nem sajnos, és ezáltal gyakorlatilag étlen szomjan, bepisilve. Mert hát nem volt megoldás kulcsod még akkor a te kezedben, ki voltál szolgáltatva az elemeknek, a különböző anatómiai folyamatoknak, és tulajdonképpen akkor így próbáltál meg életben maradni, és nagyon sok mindent tapasztaltál, átéltél. Ez szó szerint az életben maradásról szólt, ezt utólag az életem, eddig életem összes mozzanata bizonyítja, hogy még a mai napig is képesek bekapcsolni azok a régi programok, minták, hiedelmek, hogy nekem életben kell maradnom, és ez egy elképesztő erős program, ami azt veszem észre, és itt jön a nagyon érdekes dolog, a csavar, hogy minden, szinte minden emberben érezhető ez a fajta program és működési elv, ez a dinamika, hogy bármi is történik az emberben pici gyermekkorában, az felnőttként megjelenik a cselekedeteinkben, döntéseinkben, és ezért vagyok ezen a pályán leginkább, mert azt gondolom, hogy bármi mással foglalkoznék, nem tudnám ennyire mélyen, ennyire hitelesen, ennyire őszintén és szívvel, lélekkel támogatni, kísérni az embereket. Ezért is tartom a legeslegfontosabb feladatomnak, célomnak azt, hogy a lehető legtöbben ismerjék meg, akár az én történetemet is, és mindenfajta egoizmus nélkül mondom, mert én már nagyon-nagyon fiatalon azt éreztem, hogy a Jóisten nem véletlenül tart engem életben, és mivel az egész családomat gyakorlatilag elveszítettem, így a krízisek, az érintettség, azt gondolom, ha ez nem hiteles, akkor semmi. Tehát nekem nem kell megtoldani, megfoltozni a sztorimat, hogy abszolút filter nélkül is működik, és ha már csak egy pár mondatot beszélgetek valakivel, akkor egyértelmű, hogy az én krízisem az a másik embernek a tapasztalata és motivációja lehet, és ez működteti ezt a gépezetet. Tehát meg volt a gyermekkor, és akkor volt egy pont, amikor kiemeltek ebből a családból, téged a testvéreiddel együtt, vagy mondjuk a nagyszülők, vagy bárki más segített rajtatok. Meddig kellett ebben az élethelyzetben maradni, ragadni? Igazából nem sokáig, mert az apai nagymamám kiemelt, viszont csak engem, tehát ott elválasztottak engem a testvéremtől, a szüleimtől, és gyakorlatilag ott meg is szakadt a kapcsolat minden irányba. Úgyhogy nem sokáig maradtam abban a helyzetben, viszont átkerültem egy másik szituációba, kaptam egy, bár a vérszerinti családomat, de nem, sajnos nem egy szeretetteljes környezetben nőttem föl. Én úgy érzem, hogy, és elnézést is kérek, hogyha ezt ők nézik, tehát én nagyon nagy szeretettel dolgozom azon, hogy gondoljak a múltamra, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy véleményem szerint nem tudták kezelni azt a helyzetet, hogy én oda csöppentem, hiszen nem egy normális állapotról beszélünk, egy pót gyerek érkezett a családba, az addig megszokott állapot dinamika felborult, és az a helyzet, hogy én ezt végig éreztem, úgyhogy én elég hamar el is költöztem otthonról, tehát olyan mély nyomokat hagyott ez bennem, ami
polgárkasztás ide vagy oda, én borzasztó mélységet éltem meg, volt, hogy akár törvénybe ütköző dolgokkal is szembesülnöm kellett, és amit nagyon fontosnak tartok kimondani, mert ki kell mondani, hogy a szeretet éhség miatt, hogy az ember csúszik-mászik a szeretetért, a pici szeretet morzsáért, és én ezt szándékosan ki is akarom mondani, mert ez a legnagyobb baj ma a világban, hogy egyrészt mindent elhallgat az ember, mindent eltitkol, a legnagyobb fájdalmait nem adja ki, ebből születnek a betegségek, másrészt mindenki érintett. Ha tetszik, ha nem, mindenki prostituálódik a szeretetért, ami óriási probléma ma a világban. Ugye az életben maradásért, és mondtad, hogy filter nélkül mered vállalni a múltadat, a jelenedet és a jövődet is, akkor nyilvánvalóan ezt a bizalmat előlegezzük meg neked, így téged ismervén. Köszönöm szépen. Viszont valóban egy nagyon nehéz élethelyzetben csöppentél, önállósodtál, és mikor döntötted el, hogy akkor mindazt a rosszat, amint te átmentél, át kell, hogy menjél, az extra szenzitív tulajdonságoddal kiegészítve a mások javára fordítod, és innentől akkor az ő mentális, testileg jólétüket szolgálod tulajdonképpen. A nagy rendező fent elintézte, hogy legyen még egy csavar a sztoriban. 10 évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt az akkori párom, akivel elindultam ezen az úton, aki nagyon sokat segített abban, hogy én hivatalossá, láthatóvá tegyem magamat, és a nyitás után, a hivatalos megnyitó után egy hónappal megtörtént a baleset. Megnyitó után? Bocsáss meg, milyen megnyitó volt? Az önálló praxisnak a megnyitása után, amiben ő nagyon sokat segített. Ez Debrecenben volt egyébként, ott volt a székhely, és egyik pillanatról a másikra kaptam a telefonhívást a családjától, hogy autóbaleset történt. Én ott nagyon-nagyon megzuhantam, és nagyon a padlóra kerültem. Azt gondolom, az édesapám halála után ez volt az a pont, amikor már visszafordíthatatlanul elkezdtem még jobban érezni és hinni abban, hogy nekem ez az utam, innen most fel kell álljak, és gyakorlatilag én már harmadnap dolgoztam és fogadtam ugyanúgy a klienseimet, és bár sokszor könnyek között és sírva és küzdve magammal, meg mindennel. Igen, de csináltam, és ez juttatott el a világ több pontjára, ez repített el, azt gondolom, oda is, ahova most is ma, ugye ide megérkeztem, és ennek köszönhetem, úgy érzem. Ez nagyon morbidul hangzik egyébként, hogy én hálás vagyok ezekért az eseményekért, de én tényleg azt gondolom, hogy csodálatos dolog az, hogy bár idézőjelben elveszítettem embereket, de egy olyan csodát kaptam, ami azért egyedülálló, az egyik, mondhatom, egyedülálló dolog a világon, mert nagyon kevés ember hálás az igazán tragikus dolgokért. És álszentség nélkül mondom, hogy a temetőbe állva a sírja fölött is, vagy bármelyik szeretemnek a sírja fölött is, azt érzem legbelül, hogy Úristen, én tényleg hálás vagyok azért, hogy ők elmentek, mert a kapcsolat nem szakadt meg, a szeretet ugyanúgy megmaradt, én tudom a hivatásomat gyakorolni, el tudom érni az embereket, anélkül, hogy ez másról szólna, hogy a hivalkodásról szólna, mégis talán ez a legprovokatívabb dolog, hogy igen, nyissuk fel a szemünket, és a krízisből igenis fel lehet állni. Az első pont ahhoz, hogy ki tudjunk jönni a saját mély kríziseinkből, hogy felismerjük azt, szembenézzünk vele, és utána pedig merünk segítséget kérni. Tőled milyen élethelyzetben lévő pácienseid kérnek leginkább segítséget? Tehát mi a leggyakoribb probléma, amivel szembe kell nézned segítőként? Nagyon-nagyon érdekes, mert szinte forgatókönyvszerűen ugyanazokkal hasonló problémákkal, mint feladatokkal és egyben lehetőségekkel, ugye, keresnek meg, mint amiket én is átéltem. Szexuális bántalmazás, gyászfolyamatok, pánikbetegség, a lelki hátterei,
akár a nagyszülők vagy szülőkkel való kapcsolatrendezés, munkahely, döntés, képtelenség, önbizalomhiány, instabilitás, útkeresések, és ugye gyermekekkel is foglalkozom, pályaorientációtól kezdve a mindenféle social media okozta problémákkal szembesülök, és egyértelműen ami legkirívóbb, az az, hogy a lelki események mennyire intenzíven hatnak a testi folyamatokra, és gyakorlatilag ami megjelenik lelki szinten, az abban a pillanatban tükröződik testi szinten, úgyhogy mind a két oldallal foglalkozom. És akkor muszáj is foglalkozni nekünk magunknak is ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk, akár testileg, akár pedig szellemileg, hogyha jól értelmezem a gondolataidat. Jól értelmed, Ina? Igen, egy téves gondolat van, azt gondolom az egészségügyi rendszerben. A Maslow piramis szerint mi, aminek az alján az alapvető szükségleteink vannak, mint étel, ital, levegő, van egy nagyon fontos elem, amin azt gondolom érdemes változtatni a tankönyvekben is, hogy a mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a levegő. Ha az nincs meg, akkor betegségek alakulnak ki, instabilitás, kicsúszik az ember alól a lába alól a talaj, és összeborul, mint egy kártyavár. Tehát ugyanolyan fontos a mentális jólétünk, egészségünk, mint bármilyen alapvető elem, a víz, a levegő, a táplálék. Megértettem. És akkor, ahogyan így hallgatlak, én úgy érzem, hogy van benned egy igen erős küldetéstudat. Ugye? Van. Így jól érzem, hogy van egy ilyen, és mi az, amit szeretnél elérni a világban az életeddel? Sőt, nem csak, hogy van, és jól érzed, mert egyre erősebb. Minden nappal egyre erősebb, főleg amilyen nagy változásokban vagyok most, egy nagy reszet van nálam is, nem csak a világban, és ezt abszolút érzékelem is, szó szerint, tehát nem csak tehát fizikailag is érzékelem, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok más ember is. A küldetésem gyakorlatilag maga, amiről eddig is beszéltem, hogy azért szeretnék minél több emberhez informálisan eljutni, mert mutatok egy olyan szemléletet, ami nagyon nem a mai szemléletnek megfelelő. Azt gondolom, hogy legalább annyira innovatív, mint amennyire nem, tehát nem én találtam fel a spanyol viaszt, viszont bennem annyira erősen mozognak az energiák és az erők, hogy én jelen szeretnék lenni a világ változásában, a pozitív emelkedésében úgy, hogy teljesen tiszta tükröt tudjak mutatni az embereknek, teljesen tiszta képet, új perspektívát tudjak mutatni az embereknek, hogy a probléma az lehetőség, a krízis az egy csoda, a padlón vagy az egy abszolút vizsga és megmérettetés, és hogy nincs más út, csak előre, és én a sejtjeimben érzem, hogy nekem ez a feladatom, tehát ha akarnék, sem tudnék más csinálni. Így aztán, ha tetszik, ha nem, nincs más választásom, mint hinni, és menni ezen az úton, és a küldetésem legfontosabb magja, hogy megmutassam azt a szeretett energiát, ami kihaló félben van. És mi az, amit kapsz viszont az emberektől? Most nyilván nem az anyagi jövedelmekre gondolok, hanem hogyan látod az ő fejlődésüket, mik a visszacsatolások, tehát hogyan érzed azt, hogy igen, jó úton haladtok, sikerült eredményt elérned? Én ezúton is szeretném legelsősorban megköszönni minden egyes embernek, aki idáig kezdetektől, vagy bármikor megkeresett és bizalmat szavazott nekem, mert
elképesztő gyógyító energiát kapok az emberektől, még akkor is, hogyha kritikusan áll valaki hozzám, vagy úgy érzi, hogy nem én vagyok az ő embere, vagy nem én voltam az ő embere. Hát senkinek nem, tehát mivel senki nem mindenkinek alkalmas, tehát meg kell találnunk a kötődéseket egymáshoz, és gondolom, hogy ilyenfajta bizalmi gyógyítót, segítőt az ember valóban úgy választ, hogy a lelke a szívére hallgatva. Tehát kell egyfajta összekapcsolódás ahhoz, hogy a te munkád működhessen, én azt gondolom, bár tényleg laikusként és különlegként gondolkodva, hogy biztosan kell egyfajta összehangolódás, és neked is volt már, azt gondolom, olyan az életedben, hogy érezted azt, hogy ez az ember, ez ennek nem én vagyok a megoldás az életében. Természetesen, viszont a hozzáállás nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki hozzátesz az életünk közé, senki nem elvesz, nincs olyan, hogy valaki elvesz, még akkor sem, ha bántanak, hanem magunkon kell változtatni, magunkat kell megvizsgálni, magunkba kell nézni, hogy én mit csinálhatnék máshogy, és nem a másikat kell hibáztatni. Ezért ez mennyivel könnyebb, ugye, a másik hibáztatásra. Én tökéletes vagyok, én szép vagyok, okos és jó, de hát nem értem, hogy miért nem értékelnek. Ez egy alap probléma az életünkben. Ez a fajta egoizmus, úgy gondolom. A gyógyítás, annak a nagyon különlegesnek az érzése, hogy van létjogosultságom, ami nem tagadom a múltamból jön, de én erre azt gondolom büszke is vagyok. Miért nem? Szükséges is ahhoz, hogy tudjál működni, tudjál segíteni, dolgozni, gyógyítani, az kell ez a fajta visszacsatolás, én úgy érzem. Annyira így van, annyira nehezen értik meg az emberek, hogy a legtöbb ember, hogy én ebben nem fáradok el, hanem és nem ismerít ki, hanem egy körforgás történik, adok információt, adok energiát, adok szeretetet, adom a tudásom, adom magamat, teljes mértékben, ahogy beszéltük, filter nélkül, és elképesztő, hogy abban a pillanatban, ahogy az emberek szemében meglátom a fényt, vagy a felismeréseket, vissza is jön a befektetett energia, még akkor is, hogyha kvázi nagyon erős munkafolyamatokban vagyunk, mert nem mindenki hisz bennem elsőre, még másodikra sem sokszor. De akkor miért fordul hozzá? Tehát kell neki ez a fajta kételkedés? Ez tud lenni nehéz, vagy tud lenni bonyolult, vagy tudja bonyolultá tenni a magát a folyamatot, de ez egyfajta hozzáadott extra élmény is lehet, hogy akkor meg kell őt, ha nem is győzni, de hogy a folyamat kapcsán egy idő után nyilván áthangolódik, és úgymond hívővé, Edina hívővé válik, és ez már akkor az egy jó dolog, azért egyrészt, mert akkor onnantól fog tudni gyógyulni, meg neked is egy pozitív megerősítés, egy visszacsatolás arra, hogy igen, jó úton haladsz, és sikerült egy újabb lelket meggyógyítani. Nagyon sok egyébként a hitetlen ember, meg azért a szakmában, illetve a pályán, meg úgy egyáltalán nagyon sok az olyan ember, szakember, aki segítő, akiben csalódnak. És mert nagyon sokan azt gondolom, bocs, hogy a szabadban vágok, hogy egy ilyen visszaigazolást várnak, önigazolást a saját problémáikra, mert nekik alapvetően jó abban a pocsolyában dubickolni, és ha valaki megfogja őket, akár a hajuknál fogva is ki akarja emelni, akkor onnantól nagyon sokan a saját személyiségüknek a legfontosabb lényegét veszítenék el. Érted, hogy mire próbálok ez célhozni? Ez szubjektív, tehát pontosan, hogy abszolút szubjektív az, hogy ki mit gondol egy szakemberről, tehát általában nem a szakemberekkel van a probléma. Akarja valóban gyógyulni, vagy pedig ő azt mondja, hogy hát próbálkozom, mert elvárja tőlem a környezetem, de alapvetően pont jó nekem ott, ahol vagyok, abba a fajta letargiába, abba a fajta posványba. 80-90%-uk az embereknek nem akar változtatni, nem akar meggyógyulni. Én nem gondoltam ekkora magas százalékra, de 15-20-ra úgy mertem volna satszolni. Ez azért valahol borzasztó nehéz. Jó, nyilván örök életre megvan a feladatod, meg a munkád, ezáltal bocsánat. Így a kikacsintásért, de azért alapvetően ez nagyon-nagyon szomorú valahol. Igen, de ebben is benne van a változás lehetősége, hogy van feladat, és az a pikantériája, hogy egyébként abban a pillanatban, hogy mezítelenre, lelkileg mezítelenre vetkőztetem az embereket, és nagyon-nagyon sokszor provokatívan és mély kérdéseket teszek föl, és végigvezetem őket egy úton, vagy már akár az első alkalommal is,
azért általában összekapják magukat az emberek, hogy jó, akkor itt most nálam nincs más lehetőség, vagy megnyílok és megyek előre és akarom, vagy nem, mert akkor én nem is akarom belefektetni akkor az energiát. Akkor azt tartják enegetni jobbról balra, tehát hogy ott akkor meg nem kell oldani a problémát. Nem. Tehát nem arra megyünk, hogy akkor minél tovább beszélgessünk és érezzük magunkat jól a semmibe, hanem te eredménycentrikus vagy. Hogyan jönnek az eredmények? Hogyan tudod te, vagy éppen a páciens, hogy valóban elindultatok a gyógyulás folyamatában? Sokszor már az első alkalommal lehet érezni, sokkal könnyebbnek érzik magukat, felszabadultabbnak, kinyílnak, nem titok, nagyon sokan sírnak az első alkalommal is, már férfiak is egyébként, és egyre több férfi kliensem van, egyre több férfi keres meg, bár azt gondolom, ez egyébként is egy növekvő tendencia. De az valahogy jó, hogy már ők is megmernek nyílni, fölmerik vállalni, akár éppen egy hölgyel szemben a saját gyengességüket, és érzik azt, bizony, hogy javítani, gyógyítani kell rajtuk is. Így van, és egyébként onnan látszik a változás, egyrészt azonnal látható, meg elmondja a szubjektív visszajelzését a kliens, másrészt nálam általában gyökeres változások jönnek, akár testileg, akár lelkileg nézem, mind a magánéletükben elérik a céljaikat, a munkájukban tudnak, mernek változtatni, és egy nagyon különleges gyógyulási folyamat, tehát testi gyógyulási folyamat is beszokott indulni. Nem tudnám megfogalmazni ennek a mechanizmusát, és szerintem addig jó, míg nem tudom megfogalmazni. Hát, ha a lelkünk gyógyul, akkor onnantól a test is elindul, hiszen te magad is így fogalmaztál egy pár gondolattal korábban, hogy a test és a lélek ugye össze van kapcsolva, és hogyha a lelkünk gyógyul, akkor onnantól már a testünk is meg tud indulni a gyógyulási folyamatban, és akár egy nehéz betegségtől is segíthet megszabadulni. Nyilván orvosokkal, gyógyszerekkel közösen. Természetes. A bizalom, a bátorság, az, hogy merek bízni, hinni a segítőmben, az egy nagyon erős kapaszkodó tud lenni, és azt gondolom, nekem megvan ahhoz az eszköztáram, hogy akár már az első fél órában meg tudjam mutatni, hogy nálam biztonságban vagy, bízhatsz bennem, itt vagyok, fogom a kezed. Egy több hónapos mentorálási folyamatban akár, és nem foglak magadra hagyni, itt teljesen megnyílhatsz nekem, mert tudom, hogy miről beszélsz, érzem, amiről beszélsz, látom, amiről beszélsz, és szavak nélkül, ha nem mond semmit a kliens, akkor is naphosszat tudnék mesélni róla. Ami meg azt gondolom, hogy így hallom a szakmából, vagy egyáltalán az életből, a mindennapokból, ezért ez nem egy hétköznapi dolog, hogy beszéd nélkül és minden nélkül valaki megfejtsen embereket. Én nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést neked, Edina. Azt gondolom, hogy léleképítő volt, és nekem átjött az a fajta energia, amit te képviselsz, és én éreztem a varázslatot most itt a stúdióban, és őszintén hiszem és bízom abban, hogy a mi nézőinknek is átment az információ, és innentől nem csak, hogy többen fordulnak hozzád segítségért, hanem ezáltal többen is tudnak eljutni oda, ahova valóban az életük során tartaniuk kellene, hiszen óriási nagy fék, hogyha nem hagyjuk magunkat meggyógyítani, ha nem nézünk szembe a saját krízis helyzeteinkkel, és ha van egy ilyen segítő az életben, mint amilyen te vagy, Murányi Edina, akkor ezt ragadjuk meg, ezt a fajta lehetőséget, és éljünk veled. Én is nagyon szépen köszönöm. És az biztos, hogy az első lépést azt saját magunknak kell megtenni, ebben senki nem fog ott lenni mellettünk. Én arra is gondoltam, hogyha most még van egy pici időnk, akkor beszélgessünk még most akkor rólam egy picit, mit szólsz. Átöltözünk, csapó, jó, és folytatjuk egy kicsit másképp. Jó.